Szia! Alex vagyok, és a következő néhány percben segítek neked végigcsinálni egy pár perces meditációt. Ne aggódj, ha eddig nem csináltál ilyesmit, mindenki az első lépéssel kezdi el. Most csak annyi a dolgot, hogy ülj kényelmesen és lazíts, és engedd a testednek és az elmédnek is, hogy lelassuljon. Ülhetsz nyugodtan egy széken, a földön, vagy bárhol, ahol jól esik, és arra kérlek, hogy még ne hunyd le a szemedet. Nem kell semmit sem konkrétan figyelned, csak maradjon nyitva a szemed, mint amikor elgondolkozol valamin. Rendben. Kezdjünk néhány mély lélegzetvétellel. Szívd be a levegőt az orrodon, és fújd ki a szádon keresztül. Igyekezz valóban mélyre lélegezni, és aktiválni a rekeszizmokat. Ne a mellkasod emelkedjen főleg, hanem inkább a hasi rész. Figyeld meg, milyen érzés, ahogy a tüdőd megtelik levegővel, és azt is, ahogy kifújod a levegőt, ahogy ellazul a tested. Még egy levegő, és ahogy kifújod, csukd le a szemedet, és engedd, hogy a légzésed visszatérjen a természetes ritmusába. Orron be, és orron ki. Figyeld meg egy pillanatra, hogy milyen érzése, hogy a tested súlya ránehezedik a székre, vagy a földre, ha odaültél le. Érezd, hogy hogyan érintkezik a lábad a talajjal, és ahogy a kezeid pihennek az öledben, vagy a combodon. Kezdj el figyelni a környezetedre. Vedd észre, hogy milyen hangok és zajok vesznek körül. Nem kell sok időt szánnod egyikre sem. Engedd őket jönni és menni. És most irányítsd vissza a figyelmedet a testedre. Kezd el felmérni a fejed búbjától egészen a lábujjadig, hogy mit érzel az egyes testrészeidben. Szépen, lassan, egyenletesen haladj fentről lefelé. És ahogy lefelé haladsz, figyeld meg azt is, hogy hogyan mozog a tested, miközben lélegzel. Hogy hogyan emelkedik és süpped a hasad ki és belégzés közben. Hogyha esetleg nem érzed, akkor nyugodtan tedd oda a kezedet, és figyeld meg úgy a mozgását. És hogyha esetleg elmerengsz valamin, vagy elveszíted a fókuszt néhány pillanatra, akkor ne aggódj. Ez mindenkivel előfordul. Amint észreveszed, hogy ez történt, csak helyezd vissza szépen a fókuszt a légzésedre.
Figyeld meg, hogy milyen mélyen lélegzel. Hogy nyugodtan veszed a levegőt, vagy inkább kapkodva. És most, csak néhány másodperc erejére, ne koncentrálj semmire. Ne figyeld még a légzésedet sem. Engedd az elmédnek, hogy azzal foglalkozzon, amivel csak szeretne, hogy odavándoroljon, ahova csak szeretne. Engedd dolgozni. És most helyezd vissza a fókuszt a testedre. Érezd a súlyát, ahogy ránehezedik a székre vagy a földre. Figyeld meg újból a téged körülvevő hangokat, illatokat, és amint készen állsz, nyisd ki finoman a szemedet. Gondold át, hogy milyen érzés volt ez a pár perc, amit magadra szántál a napodból. Hogy segítette abban, hogy megnyugodj egy kicsit, és kitisztítsd az elméd. Ne ijedj meg, ha rengeteg minden kavarog a fejedben. Ez teljesen normális. Minél több időt töltesz meditációval, annál nyugodtabban tudod majd eltölteni ezt a pár percet, de persze ez is változó és teljes mértékben függ attól, hogy milyen élethelyzetben vagy éppen. Ha túlterhelt vagy lelkileg vagy érzelmileg, akkor természetes, hogy folyamatosan pörög az elméd. A meditációnak nem is az a lényege, hogy eltemesd ezeket a gondolatokat és érzelmeket, hanem inkább az, hogy segítsen abban, hogy elegendő időt szánj arra, hogy egészségesen fel tud dolgozni őket. Szóval adj magadnak elég időt, légy türelmes és együttérző magaddal szemben, és semmiképp se bántsd magadat. És mielőtt felugrasz, mindenképp köszönd meg magadnak, hogy ezt az időt a jól létedre fordítottad. Büszke lehetsz magadra. Minden jót neked!